Mint arról már korábban beszámoltunk, a kertvárosi iskola szemfényvesztők csapata az idei évben is bekerült az Energy Factory döntőjébe egy fenntarthatósági olimpiával. A megmérettetésen végül 4 csapat vett részt, akik elméleti és gyakorlati síkon is megmutathatták rátermettségüket, hiszen a környezetvédelemhez és a fenntarthatósághoz mindkettőre egyaránt szükség van. Az izgalmas és fordulatos vetélkedőt végül a szervező intézmény csapata nyerte. Ez természetesen a zsűri döntését vélhetőleg nem befolyásolja, hiszen ők majd a projekt teljes kivitelezését fogják értékelni. Addig is egy újabb feladat vár a diákokra, hiszen mától egészen június 19-éig gyűjthetik össze a közönség szavazataikat, ugyanis 2016-ban újdonságként a döntős csapatoknak esélye van egy közönségdíj megnyerésére is. Ehhez pedig csak arra van szükség, hogy az Energy Factory közösségi oldalán minél több lájkot szerezzenek. Aki tehát támogatni szeretné őket, még vasárnapig megteheti azt. Kalocsáról azonban nem ők az egyetlen indulók, ugyanis a gimnázium ökokommandója is ringbe szállt a győzelemért. A két csapat munkájáról részletes beszámolót láthatnak a szerdai stafétában.